Köszönöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2017. augusztus 14-én este 19:30-tól. Kiállítás megnyitó, a képzőművészeti tábor alkotásai a Városi Galériában. Őrült hajók versenye, 4. alkalommal került megrendezésre a bolondos verseny. Illatos fűszernövények és hortenziák, virágzik az Astriceum kertje. A múlt héten már hírt adtunk az akkor éppen zajló kalocsai képzőművészeti alkotótáborról. Akkor egy elsőként ideérkező művészt is bemutattunk, kinek most a többi alkotó mellett szintén megtekinthetőek a munkái. Augusztus 13-án délelőtt került sor arra a kiállítás megnyitóra, melyen a kalocsai képzőművészeti alkotótáborban készült műveket lehet megtekinteni. Csupor Balázs és Betlenné Dajkó Ágnes finom dallamaival kezdődött a rendezvény, majd Odrobina Tamás rajztanár köszöntötte a művészet kedvelő közönséget, és egyben nyitotta meg a kiállítást, mely egyébként idén jubileumot is ünnepel, hiszen 25 éve már, hogy megrendezésre kerül. Azt mondják, hogy ha valaki eljön, impulzusokat kap, akkor különböző tapasztalatokra, érzésekkel, impressziókkal térhet vissza oda, ahonnan éppen jött, illetve ami még fontosan emberekkel találkozik, és nem művekkel, stílusokkal, technikákkal és egyebekkel, hanem egy jó mondattal, egy jó szóval, egy olyan dologgal, ami lehet, hogy a egyszerű szürke hétköznapokban életünk nem kap meg. A kiállításon 12 művész alkotásai tekinthetőek meg augusztus 13-tól egészen szeptember 10-éig a Városi Galériában, hétfő kivételével naponta 10-től délig, illetve délután 2-től este 5 óráig. 4. alkalommal rendezték meg az őrült hajók versenyét a Hartai Dunaparton. A szeles idő ellenére rengetegen voltak a rendezvényen. Az őrült hajók versenye elnevezésű rendezvény néhány fiatal fejéből pattant ki pár évvel ezelőtt. Azóta rendületlenül immár 4. éve rendezik meg az eseményt, mely egyre nagyobb sikernek örvend. Az első napon főzőversennyel kezdődött a kétnapos fesztivál, illetve egy tematikus hajózás történeti kiállítás megnyitására is sor került. Az esti órákban meg lehetett tekinteni a versenyző hajókat, melyek igazán kreatívak és ötletesek voltak. A rendezvényen nem csak helyiek vagy a térségből, de az ország különböző részeiről is vendégeskedtek itt. A helyszínen egész nap kint voltak az árusok, illetve a gyerekeknek is kitaláltak egy kreatív sarkot. Lécek, deszkák, szögek és más szerszám, melyekből ők maguk építhettek egy hajót, mindezt persze díjazással a végén. Esténként koncertekkel szórakoztatták a résztvevőket, pénteken a New Generation és a Pedrofon csapott a húrok közé. Szombaton déltől kezdődtek a programok, és egy záró bulival egészen vasárnap hajnalig tartott a rendezvény. Délután 1 órakor megáldották a vízi járműveket, majd egy délután 2-es elődöntő után a legjobbak az 5 órai döntőben mérhették össze erejüket. Sztárvendégként többek közt a Supernem zenekar, illetve Péterfi Bori és a Love Band szórakoztatta a közönséget. Így a 4. alkalommal megrendezett őrült hajók versenye idén is óriási szórakozást nyújtott az érdeklődőknek, kortól függetlenül, hiszen minden korosztály megtalálta a számára leginkább kedvére való programot. Virágba borult az Astriceum. Az érseki múzeum udvarán folyamatosan rendezik és szépítik azt a kertet, melyben illatos fűszernövények és hortenziák is helyet kaptak. Ezzel is várják a látogatókat. Az elmúlt napokban többször is beszámoltunk arról, hogy gőzerővel folynak a templom téren, illetve az érseki múzeumban is a felújítási munkálatok.
Többek között megkezdődött a Szentháromság tér régészeti munkálatainak előkészítése, készül a múzeum új látványossága, a kőtár, illetve új kovácsolt vaskaput, és bárcsak ideiglenesen, de szobrokat is kapott az Osztriceum. Mindezen munkák mellett az érseki múzeumban dolgozók nagy figyelmet fordítanak a környezetük szépítésére is, még tavasszal kezdtek el egy fűszerkertet készíteni, mely munka most ért be, és kezdtek virágozni a növények. Maga virágos kert az nem történeti értékű, hiszen nem ilyen volt. Itt magyarófák voltak, és nem jellegzetes növényzetek. Itt inkább a cél az egy olyan pihenőkert létrehozása, amely az ember pihenését szolgálja, azt az esztétikai élményt nyújtja, tehát hortenziákat ültettünk a kerítés mellé, és egy olyan fűszer növénykertet készítettünk. Nagyon egyszerű a magyarázata. Egyrészt honos növények kerültek a kertbe, másrészt van egy nagy ablak az első emeleten, ki tudjuk nyitni, és az a reményem, hogy ez a finom illat beárad a múzeumba nyári napokon, mikor ezek a fűszernövények illatoznak. Flores animae, a lélek virágai, tartja a latin mondás, és ezt vallják a múzeum dolgozói is, hiszen a kertet ők ápolják szorgalmas munkával. A fűszernövényt mindig gondozni kell, ki kell húzni a kis gyomnövényeket, és az itt dolgozókkal ezt szépen meg is beszéltük, és tesszük is, hogy a munkaidőben természetesen egy kis pár gyomnövényt ki kell húzni, tehát gondozni kell, mint ahogy az ember a saját lelkét is folyamatosan ápolnia kell, vagy a családját, a környezetét. Tehát valahol egy példát szeretnénk mutatni, és behívni az embereket erre a jó környezetbe. Azt szeretném én személyesen, hogy ide tényleg betérjenek az emberek, akár csak pár percre, vagy gyere, kanyarodjunk már be, és ezt megtehessék. Ezért ez a három udvar látogatása ingyenes, tehát itt nem fogunk semmilyen pénzt kérni. És nem csak a fűszerkertet, a templom és a tér környékét is folyamatosan ápolják, ha kell kétkezi munkával, hiszen nemrégiben gazolt is a csapat, hogy az erre tévedő látogatókat szép és rendezett látvány fogadja a felújítási munkák ellenére is. Az Osztriceum udvara, illetve az ott található, most már virágzásnak is indult fűszerkert ingyenesen látogatható és nyújt pihenést bárki számára. Múlt hét csütörtökön nyílt meg az a kiállítás fogtől, mely a helyi alkotók munkáiból készült. Az eseményen egy erdélyi néptánccsoport is közreműködött, kiknek színes előadásait vastapsal jutalmazták a nézők. Bakai Károly, majd őt követően Batáné Pálfi Erzsébet alpolgármester és egyben a rendezvény főszervezője nyitotta meg a helyi alkotók kiállítását fogtön. Verseket majd egy Póli Robert által felolvasott Faragó Ferencről szóló rövid életrajzot hallhattak az érdeklődők. Faragó Ferenc életrajzon része. 1937. március 14-én születtem Budapesten. Apám az Üllői út vaskereskedésben volt eladó és házhoz szívoltó. Anyám háztartásra volt, mivel Ata volt a testvére. Apámat a barátjával látták egy kocsmában, ahol politikai összejövetlen volt, és látották, hogy a kommunistákkal beszél. Holott őt nem érdekelte a politika, rendes, becsületes munkásságnál volt. A vendégül hívott erdélyi, pontosabban Mária falvai néptáncosok több mint egy órás műsorral készültek. A Fogtő testvérvárosából érkező csoport egyik tagja műsoruk előtt egy igazán megható verssel köszöntötte az egybegyülteket. E föld itt Erdély, s e senki másé. A szenvedő és tűrő magyarságé. E föld nekünk szent, s ez a mindenünk. Ezért a földért harcolunk és küzdünk. Nem adjuk soha, soha hazánkat a sokat akaró románnak. Nem lesz a mi hazánk senki másé, mert Erdély csakis nagy Magyarországé. A nézőtér mellett két oldalt voltak kiállítva a munkák igazán vegyesen. Festmények, varrott anyagok, terítők, vonott kosarak, rengeteg kreatív és ötletes tárgy. A rendezvény a faluházban volt megszervezve, mely annyira megtelt a lakókkal, hogy egy szabad szék sem maradt a teremben.
Már az időjárás előrejelzések is a nyár végét mutatják, mivel amennyiben az előrejelzéseknek hinni lehet, akkor az augusztus 20-ai hétvégét követően fokozatosan kezd majd hűlni a levegő, amely így maximum 26-27 fokig melegedhet. Több, 40 fok körüli maximumokkal járó hőhullámra ebben az évben már nem kell számítani, legalábbis az időjárás előrejelzések ezt mutatják. Igaz, a hét második felére még 30 és 33 fok körüli maximumok várhatóak, azonban a hétvégén már záporok, zivatarok vetik vissza ismét a levegő hőmérsékletét. Így például kedden sok napsütésre számíthatunk, csapadék ezen a napon nem valószínű. Mindenhol veszít erejéből a szél, gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. 12-16 fokos hajnalt követően a délutáni órákban 27-31 fokot mérhetünk. Szerdán folytatódik a derült, túlnyomóan napos idő, legfeljebb a nyugati határnál alakulhat ki egy-egy zápor. Északnyugaton megélénkülhet az északias szél. Reggel 12-17 fokra ébredhetünk, majd napközben 29-34 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön és pénteken is napos, gomoly felhős időre számíthatunk, pénteken lehet több felhő az égen. Mindkét napon legfeljebb északon fordulhat elő kisebb, lokális jellegű zápor. A szél mérsékelt marad, csütörtökön északkeleten kísérhetik élénk lökések. Csütörtökön 29-33, pénteken 29-34 fok valószínű. Szombaton bár továbbra is 30 fok körüli maximum várható, azonban ezzel egyidejűleg zivatarokra is van kilátás a térségben, valamint erős szél kíséretében érkezik meg az a hideg front, amely aztán vasárnap legfeljebb 25 fokig engedi felmelegedni a levegőt. Amennyiben az előrejelzések helytállóak, akkor idén utoljára augusztus 22-én mérhetünk majd 30 fok feletti csúcsot, hiszen azt követően 2-3 fokkal elmarad majd a napi maximum ettől az értéktől. 8 távozó játékos mellett és ezzel együtt jelentősen átalakult kerettel vágott neki a KFC az idei szezonnak, amely egy győzelemmel nyitott a Kalocsa, hiszen a nálunk vendégeskedő Kunszálás 2-0-ra győzték le Márton Zsolt játékosai. Az előző szezonban utolsó előtti helyen záró Kunszállást fogadta az idei évad első mérkőzésén a nyár folyamán jelentősen átalakult Kalocsai futballklub, akiknek papíron nem jelenthetett gondot a 80 kilométerről érkező ellenfél. A mérkőzés már az első percektől fogva eseménydús volt, hiszen Vujics Viktort a 11-esen belül kaszálta el a Kunszállási kapus, amiért a játékvezető büntetőt ítélt a KFC javára. A 11-est maga a sértett értékesítette, így Vujics Viktor jóvoltából a 7. percben megszerezte a Kalocsa a vezetést. Keveset játszunk együtt, ugye a védelem is majdnem, hogy új. Vannak olyan játékosok, akik alig tudnak edzeni, munkai elfoglaltság, vagy épp a Kesztei Krisztán, aki a héten lett leigazolva. Sok mindent össze kellene rakni, de most nagyon kevés az idő. Amiben lehetett volna javítani, úgy gondolom, hogy a támadások pontosabb befejezése, mindenféleképpen türelmesebbek vagyunk, pontosabban passzolunk, berúgjuk az ígyszereket, akkor az előbb sima meccs. A 33. percben újabb Kunszállási szabálytalanság nyomán ismét lerántottak egy kalocsai játékost a 11-esen belül, egy második büntetőt is megítélt a bíró a KFC-nek, miközben az ellenféltől kiállították a szabálytalankodó játékost. Vujics Viktor bár a második büntetőjét nem tudta értékesíteni, azonban az első félidő végén így is megszületett a második kalocsai találat, egy kollárbeadást, majd pedig Follár Zoltán fejest követően. A találkozó során több találat már nem született, igaz voltak helyzetei mindkét félnek. Márton Zsolt, a KFC vezetőedzője elmondta, hogy a frissen kialakult, sok változáson átesett kerettel megérdemelten nyertek. Van egy pár új játékos, ugye az ifiből van játékos, Megye-háromba igazoltunk egy játékos, Paksról jött, ugye a Kesztei Krisztián, aki visszatért, van egy pár új, de nekik azért még szokni kell ezt a megye-egyes ritmust, mindenféleképpen bele kell állni. Nagyon kevesen vagyunk, és még egyszer mondom, tehát hogyha ez így fog folytatódni, hogy az ifist a kínhent, hogy nem játszik a felnőtt csapatba, akkor azt nem kell folytatni. Azt abba kell hagyni alacsony a labdarúgást, az ifi játszol az ifi bajnokságban, ottól akarsz, nem kell felnőtt csapat ide, mert az röhely, hogy a város első csapatához nem jönnek fel az ifisták, mert ők úgy döntenek, hogy nem akarnak a felnőtt csapatba játszani. A Kalocsa játékosai legközelebb tétmérkőzésen szerdán lépnek majd pályára, hiszen a Magyar Kupa keretein belül a Kecskemétet fogadja az együttes. A megyei első osztályú bajnokság következő fordulóját szombaton idegenben Lajos Mizsén játssza a klub, ahol szintén a győzelem lesz a csapat célja. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel és iradónkkal holnap is jelentkezünk. Műsorainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon a kalocsatv.hu-n. További szép estét és jó tévézést kívánok, viszontlátásra!